Sziasztok! Újfent itt vagyunk, és jön a következő epizód a Havanten Waterlóvél küzdelmeiből, méghozzá rögtön egy FA Trophy harmadik fordulós mérkőzéssel, amit a világi riválisaink ellen, az Eastleigh ellen fogunk megvívni. Egy fok szakadó eső a Westleigh Parkban, az Eastleigh ellen, tehát a nyugat a kelet ellen. Westside is the best, ahogy mondani szokás. És itt vagyunk tehát a mérkőzés napján. Délután 3 óra, Havanten Waterlóvél, Eastleigh. A taktikai megbeszélés szerint 7 változtatást kéne végrehajtanom a csapatban. Hát ez nem fog megtörténni feltétlenül. 4-2-3-1-et játszik az ellenfél Eastleigh csapata. Tom Naylord le kell támadni, ez biztos. 2270 néző kíváncsi erre az összecsapásra. Egy fok szakadó eső, ideális futballidő, ahogy mondani szokás. És hát azt mondják, hogy tegyük ki a szélre. Atya ég. Tegyük ki a szélre, és passzoljunk hosszabban előre, nem pedig lábhoz. Érdekes. Nézzük tehát, ugye... Nem is tudom, mi lenne az igazán jó megoldás, csak erre a mérkőzésre. Ezt kivesszük, mert nem vagyunk ennyire alárendeltek, és akkor egy... More direct, kicsivel direct-ebb passzolás, ami azt jelenti, hogy nem emberhez passzolunk, hanem inkább elé a játékosoknak, és akkor így sokkal gyorsabban lehet le támadni az embereket. Kivesszük a regroupot, ahogy javasolták, és akkor a szélre próbálunk meg rövid rúgásokkal. Hát nem. Lehet, az hosszú is lehet rövid, és a lényeg az, hogy gyorsan a szélre hajítsa ki, hogy tudjunk ellentámadni. És ha bármi van, akkor ugye a rövid kidobást azt akadályozzuk meg. Meglátjuk, hogy fog ez működni. Nézzük a mérkőzést, az Eastleigh ellen. Indul a mérkőzés tehát, az ellenfél kék-fehérben, mi pedig a szokott fehér-arany színösszeállításunkban játszunk. Hát Dewhurst húzta le az első hosszú indításunkat. Egy szabadrugás, Berkeley egyapong végzi el, becsavarhatná rövidre. Azt a mindenit, Dewhurstnek kellett védeni ezt szöglet. Clifford. Jól jön be, de kirúgják. Heskit volt az. Clifford még egyszer be tudja adni? Nem, legurítja fának, aki az oldalhálóba lövi. Kirúgás. Paszliba dobása, McCullough. Kicsit hosszú volt. Mármint a bedobás maga, és az ellenfélhez került. Paszli. A passza viszont jó. Fál. Egy hosszintes Wrighthoz, aki Dewhurst kezébe gurítja a labdát. Dewhurst már rúgja is ki, Rooney passzolja le Gowernek. Bornis, kiállhatna a szélre a labda, de nem tesszük ezt meg, hiába kértem, hogy a szélen játszunk, inkább középen erőltetjük Tommy Wrightot, aki 20-22 méterről mellélő. Melon. Most ők jönnek az ő jobb oldalokon, de Berkeley ágyapong visszaér és megakadályozza, és megpróbál még egyszer fált, meg is van. Clifford mellé. Már csak az a kicsi hiányzik. Már csak az a kicsi hiányzik. Bornis a bedobás után Oslernek adja vissza. Gower át a túloldalra. Berkeley egyapongra ketten mennek rá. Látták az előbb, hogy mit tud, úgyhogy inkább kettős ember fogásban hagyják. Gower is kapott két ember, de egyre meg tudtuk tartani a labdát. Aztán, mire ezt kimondom, már az ellenfélnél van.
Hezkétet próbáljuk megtörni, és sikerült is. Rooney szerezte volna vissza egy pillanatra, de aztán eladjuk megint. Parsley. Fál, gyönyörű labda. Tommy Wright. És kapufára emel. Kapufára emel. Tommy Wright. A Lob City Achievementre ment rá, de nem jött össze. Ellenben támadhat az ellenfél, az Easley. Szabadrugás után Jameshez pattan vissza a labda, aki távolról próbálkozik. Blokkoljuk így szöglet. 38. perc. Henry. Jön be a labda. Oldalháló. Slivin, Rooney. Csodálatos lett volna, hogyha Tommy Wright észreveszi, hogy amúgy mellette van egy labda. Dewhurst. Nem tudja kigurítani, ezért hosszan kell rúgni, ami a miénk is. Nagyon szép. Fál, Parsley, Wright felé, de hát ez így nem jó. Harper. Fál lép oda, de csak azért, hogy vissza kelljen passzolni a labdát. Chaka. Andine. James. Hezkét kap egy csodálatos kiugratást. Postler blokkol. Szöglet. 40. perc vége. Henry beivel. Kifejeljük. Melon vissza Henryhez. De hát ő sem volt. Mindösszesen egy perc volt a hosszabbítás, ami ugyanazt az eredményt hozta, mint eddig az első 45 perc. 0-0. Indul is a második félidő, semmit nem változtattam a taktikán, maradt ugyanaz, mint az első félidőben, csak megmondtam a srácoknak, hogy be kell lőni a helyzeteinket. Ennyi az egész. Mi sem egyszerűbb, ugyebár. Billy Clifford, 49. perc. Szöglet után érkezünk. Berkeley egyepong. Ő megpróbálta, de fölé ment. Postler rúgja előre. Harper és Fál harcoltak a labdáért. Ezúttal Henryt annyira meg akartuk előzni, hogy túlfutottunk a labdán is. Henry végig szalad a pályán. Már kezdtem megjedni. De végül nem. Turner. Igen, a szélre kirúgott labda tökéletes példáját látjuk. A kezdőkör közepén landolt. Előre vágjuk, Tommy Wright visszafejeli. Clifford. Ki a szélre Fálnak. Visszamehetett volna már rögtön a passz, így nem. Fál megint elveszíti a labdát, de most visszaszerzi, becsületére legyen mondva. Clifford tökéletes paszt ad Tommy Wrightnak, aki kisodródik, és ezért bele kell lőnie a védőbe inkább, hogy nehogy már megtartsa és megvárja a többieket. 77. perc, Gower indítja Fraser-t, aki időközben becserélt. Fraser, kapufa, Fál! Mi, Fraser? Bent van! Bent van, hát mi volt? Mi volt ez? Atya ég! Annyiszor mondtam, hogy Mohamedou Fál nem passzol, hogy még az üres kapu előtt állva is inkább passzol, sem hogy rálője. És Fraser! Úristen! 78. perc. 1-0 ide. 1-0 ide. Parsley már nem bírja és le akar jönni, de közben egy hosszú indítás Fál felé. Dewhurst kijön a kapujából, Fál megszerzi a kigurított labdát. Parsley. Reméltem, hogy még ad egy csodálatos gólpassz, de nem, Clifford messziről fölé. Úgyhogy akkor majd elintézem, hogy Josh Parsley helyére. Hát, sok más emberkét nem tudunk, mint Darren Agentet, aki egyáltalán nem tud jobb hátvédet játszani. De középhátvédet sem tud senki játszani. Na jó, hát azt a kis időt csak kibírja ott Nagent. És mit van mit tenni? Ő ne szaladgáljon előre. Ő legyen inkább egy fullback defend és kész. Sőt, fullback automatic. Ennyi. Neki nem kell ott más csinálnia. És akkor így leginkább majd a bal oldalon fogunk játszani.
kicsit lejjebb vesszük a tempót, és húzzuk az időt, ugye ez nagyon fontos, és pontrugásokra és egyebekre játszunk, bedobások, stb. Nem kell nekünk az, hogy elpörögjön szépen az idő, és hogy elpörögjön úgy az idő, hogy közben gólt kapunk esetleg, és már csak tartsuk meg ezt az eredményt a hátralévő 7-8 percben. Darren Argent a pályán tehát, a két másik cserénk ugye Jay Falston és Nathan Fraser voltak a középhátvéd és a középcsatár pozíciójában. Dewhurst megint kilép a kapujából, Nugent az, aki rabdát szerez, Fraser, jól passzol Clifford mögé, de sajnos a lövés is mellé megy, pedig végre azt a kis esélyt is elvehettük volna az Eastleytől, de így is elvettük, kettőből másodszorra, avagy duplán sikerült legyőzni az Eastley csapatát, és mivel ők az örök riválisaink, a helyi másik klub, mi vagyunk a nyugatiak, ők a keletiek, óriási siker ez a csapatnak, Muhammadu Fall 8,2, Fraser 7,8, hiszen a kevésbé jól teljesített Tommy Wright helyére beállva gólt szerzett. Turner 7,4, kivétte a szemüket is, bár csak kettő lövés ment kapura, de azt mind kivétte. Slivin balhátvédként 7,2, Osler 7,5. Remek teljesítmények. Ha megnézzük a statisztikát, nyilván Muhammadu Fall lett a mérkőzés legjobbja, kaptunk 4 sárgát, az még pont belefér, úgyhogy a következő meccsen azt hiszem a srácok pihenni fognak, és megpróbálunk a cserecsapattal mondhatni, alkotni valamit. Ha van tehát Waterlooville, Eastleigh tehát Nathan Fraser góljával 1-0. Sikerült tehát tovább jutnunk az FA Trophy-ban, ez az egyik, a másik, hogy mindezt az Eastleigh kárára tettük, jobb nem is lehetne. És ugye rögtön az első tweet, képzeljétek el, hogy nem Nathan Fraser a kezdő csatárunk. Hát én ezt könnyedén el tudom képzelni, tekintettel arra, hogy a másik két csatár viszont ott dörömböl az ajtómon azzal, hogy több játékidőt akarnak. Na jó. A Kidderminster Harriers 5-0-ra verte el a Bishop Stratfordot, a Woking 6-2-re a Bideford-ot, a Bath City 4-3-at játszott a Cheshunt-tal, az Eldershot Town 2-0-al küldte haza a Barnettet, ami még nekünk érdekes lehet, hogy a Worthing kiesett a Canvey Island-től, kapott egy sima 3-ast, azt a mindenit. A Weymouth kiesett a Concord Rangers ellenében 4-2-vel, a Dagenred végre nyert, ráadásul a Torquay United-ot verte meg, jó, nyomvadék Dalit semmit és a Jovill Town is továbbjutottak, a Wellstone továbbjutott, gratula, Solihull Moors, Gateshead, a Swindon Town 5-0-ra rendezte el a Hanworthy-t, Hereford ment, Darlington XL, Maidstone XL, Boston tovább ment, Scarborough, ez az, Scarborough Athletic 2-1-re verte a Scunthorpe-ot, ha-ha-ha, gratulálunk innen is a sirályoknak, Slowtown 3-1-re nyert a Taunton ellen, St. Albans nyert, Oldham nyert, Stevenage nyert, Tonbridge Angels nyert, és a York City gond nélkül Boatswain 2 góljával tovább jutott. Innentől kezdve már csak az a kérdés, hogy kit kapunk ellenfélül a negyedik körben, ugye ezt majd nyilván a következő sorsolásnál kiderítjük. Muhammadu Fallnak viszont nagyon kreatív voltál. Gratulálok. És kaptunk 7360 eurót. Ez nagyon kedves. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol már 0 eurós, vagy ingyenes átigazolási ajánlatot kapunk Mikkel Fosszúért. Én ugyan 1000 euróért hirdettem meg, amennyi az ára is per pillanat, de 0 euróért érkezett a Mörtér, amelyre azt mondja, hogy nem szeretne csatlakozni hozzájuk, de szívesen beszélget velük, hát ha meg tudják őt győzni, hogy csatlakozzon hozzájuk. Úgyhogy
fogadjuk el mindent, amit küldenek, ajánlatot, azt fogadjunk el, mi kell foszúért, csak menjen már. Ez lenne a cél. Nem tudom, hogy mi kell, hogy fog dönteni, mert eddig minden csapatot kikosarazott. Meglátjuk majd. Az U21-es csapatunk X-elt a Stourbridge U21-es csapatával, Diego Hasselbaink lett a mérkőzés legjobbja, egy góllal 7,8-as. Na, 17 esztendős fiatal holland csatárunk is megvillantott egy kicsit a tudásából. Hát a potential ability, vagy a várható képességei azok nem a legjobbak, de legalább itt még egy kicsit tud működni. Jó neve is van, holland is, nem tudom, nehéz lenne tőle megválni. És ímhol a sorsolás. Kit szeretnének a szurkolók? A Dagenhamen Redbridge-et leginkább, vagy a Darlingtont, esetleg a Welling United-et? Hányan vagyunk még? 39-en. Elég sok meccset kell újra játszani. Na de nézzük a sorsolást. Nem a Degendreddel fogunk játszani. Nem is az Eldershottal. Nem is a Walkinggal. A régi ismerős Bath City. A régi ismerős Bath City lesz az, aki az ellenfelünk lesz, ráadásul idegenben fogunk játszani. A most már egy osztályal alattunk szereplő Panorama National League South-ban tevékenykedő Bath City. Ők jelenleg a 9-ek abban az osztályban. De hát játszottunk már velük egy néhányszor, és jól emlékszem, akkor vegyesek voltak a kis remények, hogy hát és az eredmények voltak vegyesek, ezért vegyes reményekkel várhatjuk a meccset. Január 18-án lesz az összecsapás. Extra time. Szeretnénk extra time-ot? Mindenképpen szeretnénk hosszabbítást. Az FA Trophy-ban nem szeretnék hosszabban, mármint hogy nem szeretnék újrajátszást, meg semmi ilyesmit, úgyhogy csak nyugalom. Azon a héten nem is lett volna meccsünk. Nem. Ezek szerint lehet, hogy ez válogatott szünet, vagy nem tudom mi az ott. Valami miatt nem lett volna ott meccsünk. De most már van. Január 4 után 11, majd 18 és 25. Érdekes. Vagy csak szombatonként vannak itt meccsek. De van egy csütörtöki, Bromley, és egy újabb szombati. Az nagyon komoly lesz most. Na mindegy is, meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni. Vannak dolgok, amiket még nem tapasztaltam meg ebben a játékban, de most már ezen is túl lehetünk. Találtam ugyanis egy 17 esztendős fiatal játékost, Dylan Barnes-t, aki brutális jó értékekkel rendelkezik támadó középpályás poszton, meg úgy amúgy is. Más kérdést, hogy rá kell majd pörögni a fizikai adottságaira, de mivel 0 euróba kerül még mindig, és 95 eurós fizetéssel bír, én azt mondom, még akkor is a sztárjátékos az AFC Sudbury U18-as csapatában. Egy ligán kívüli csapatról van szó, szinte csupa 30 pluszossal. Na mindegy, a lényeg az, hogy Dylan Barnes ott pörgeti neki, és nem túl jó a morálja. Nem tudjuk miért, de fantasztikus potenciállal bír azon a szinten, ahol az AFC Sudbury van, viszont ugye csatárként is bevethető, akár nem feltétlenül feljátékkal, de a technikája, a passzolása, a támerőlövései, az első érintése, hát befejezés nem is annyira, de inkább támadó középpályás, én úgy érzem, mint hogy csatár.
És lehet nekünk még olyan taktikánk, ahol tud érvényesülni, mint támadó középpályás itt középen, ha pedig nem, akkor kölcsön adjuk és fejlődik majd. És ugye rögtön itt van, hogy Barnes nagyon érdeklődik, örül neki, hogy ki szemelte magának egy csapat, és hát ugye meg kell beszélni vele a szerződését, viszont rögtön itt van egy olyan opció, hogy az AFC Sudbury megkérdezte, hogy azért visszakaphatnák-e kölcsönbe Dylan Barnes-t a szezon végéig, hogy folytathassa a fejlődését. És Dylan is azt mondja, hogy szívesen tölteni a szezon hátralévő részét még az AFC Sudbury-nél. Úgyhogy ezt elfogadjuk. Nagyon remek. Közben intéztem egy barátságos mérkőzést így január elejére, a január 8-ára a Degenrad és a Torquay közé, majd ha sikerül, amit tervezek, akkor elmondom miért. És akkor kezdjünk el beszélgetni. Future prospect nyilván, will find loan move. Hát hogyne? Hát persze. Már vissza, már oda is találtunk, már ugye azt szeretné, hogy adjuk vissza kölcsönbe valahová, hogy tudjon fejlődni. Abszolút. Ez már meg is történt, csak még nem tud róla itt, hiszen ez időben máskor történik. Azt mondja, hogy ne legyen szerződésben, de én szeretném, ha szerződésben lenne, és egy 3 éves szerződést. Csak a biztonság kedvéért. Azért, mert pályára lépsz, azért kapsz még plusz 30-at, mondom 30-at. Ha gólt is szerzel, azért adok 50-et, az biztos. És ha csak a padon üldögélsz, az ér nekem egy 10-est. Mit szólsz? Elfogadható. Hát akkor köpjünk egymás tenyerébe, aztán lássuk, mi lesz. Itt is van, amiről említést szerettem volna tenni. Leon Chambers Parillon 3 hetes próbajátékon a klubnál. Ő egy középső középpályás, 23 esztendős, medzala vagy box-to-box midfielderként használható. Inkább utóbbiként szeretném használni, mint támogató jelleggel. Jól cselez, egészen korrekt első érintés, távről lövés, jó a passzolása, a szerelése annyira ugyan nem. Pedig jó lenne, ha jó lenne, de nem az. Viszont ugye kérdés, hogy mit tud művelni. Ugye csodálatosan tud dolgozni, labda nélküli mozgása az nagyon remek, akár csak a helyezkedése, az elhivatottság a 17-es 20-ból, ami nekem nagyon tetszik. Amellett egészen jó fizikai értékei vannak, 12-es állóképességgel, szóval bírni fogja a meccseket. Úgyhogy először, ja igen, és a múltjában ott van már egy Havanten Waterlóvil kölcsönjáték, 4 mérkőzésen szerepelt nálunk. Gólt ugyan nem szerzett, de hát. Se baj, az Oxford United játékosa egyébként, alapjáraton ott nevelkedett. Aztán volt a Gloucester City-nél, a Hitchin Town-ban 7,63-as átlaggal játszott le egy szezont. Majd a Cambridge United-nél kapott némi lehetőséget az EFL League One-ban, tehát 2 szinttel fölöttünk, ezért is gondoltam többek között, hogy mondjuk a hasznunkra lehetne egy tapasztalt játékosként, még mindig csak 23 évesen. És ingyen igazolható, mert hogy lejárt a szerződése a Cambridge-nél, úgyhogy szeretném, ha kipróbálnánk őt, ugye nyilván jó lehet majd az U21-es csapatban, amikor nem látom, ugyan, de kapok róla visszajelzést, valamint ezen a barátságos mérkőzésen szeretném megnézni majd januárban, hogy hogy is működik. Még ugyan itt van a Staintstown elleni barátságos összecsapáson, majd meglátjuk, hogy szerepel. Jó, úgyhogy elfogadjuk természetesen a próbajátékot mind a 3 hetét, és megyünk is tovább. Haladunk a Bromley elleni összecsapás irányába, miközben ugye jó lenne benevelni a taktikába a frissen érkezett bal hátvédőnket is. Egy újabb játékosunk van,
a hét csapatában Jake McCarthy. Jake ugye a 28 éves medzala középpályásunk, aki szerint, tehát az edzők szerint ő egy vésztartalék, aki a legjobb éveiben van éppen. Nem tudom, hát valóban Billy Clifford az első számú medzalánk, de azért McCarthy sem rossz így az értékeit nézegetve. Annak ellenére, hogy most már egyre kevesebbet játszik, ugye 6-szor volt kezdő, 5-ször csere, de 6,78-at hozott, az FA kupában 3 meccsen kezdő, 6,73-mal, szóval annyira nem gondolnám, hogy fú, de rossz lenne. Szóval gratulálunk neki, és bizonyíthat majd tovább a következő összecsapáson is, ugyanis spoiler alert, ő lesz a kezdő medzalánk. Jake Reeves is elkezdett itt pörögni, hogy hát túl kevés játékidőt kap, úgyhogy megkérjük Oslert, hogy javítson a saját maga statisztikáján, és mondd már meg neki, légy szíves, Jake? Reevesnek? Joe? Mondd meg, légy szí, hogy mi van. Dolgozni kell azért, bekerüljön a csapatba. Természetesen nem sikerült neki. Egyre rosszabb százalékkal dolgozik Oslert, talán ha egyszer az elmúlt 2,5 év alatt, vagy lassan, hát most már 3 év alatt, talán, nem is tudom. Jó ég, mindjárt nézzük is meg gyorsan, mióta vagyok én itt. 2022. Ó, értem, hát szóval akkor, hogy is van ez? 2022. október óta, akkor több mint 2 éven, azért nem mentem annyira mellé. Tehát több mint 2 éve vagyok itt, és Oslernek talán egyszer sikerült megoldani egy ilyen problémát, azzal, hogy beszélgetett a csapattársával. Szóval valahogyan úgy érzem, hogy mégsem az a megfelelő kommunikációs készségekkel bíró emberről van itt szó, ami viszont nagyon komoly, hogy a Valencia vezeti a spanyol bajnokságot, a Barcelona és az Atletico Madrid előtt, a Real pedig 5. Na, és itt van Dylan Barnes, a 17 éves csatár per támadó középpályás leigazolása kerül hozzánk, mégpedig egy 3 éves szerződésre. Nincsen semmi elengedési záradék, hogyha kiderülne, hogy valami csoda fiúról van szó, akkor annyi pénzt kérünk érte, amennyit nem szégyelünk. Egyébként meg, ha minden rendben van, akkor jó szolgál majd minket szerintem. És vissza is adtuk kölcsönbe. Még a következő szezonra. Úgyhogy a következő szezonra, a fél szezonra, ami még hátra van ebből. Addig visszaadtuk a jelenlegi csapatának, és most már volt csapatának. B. Very pleased. Sokat fejlődhet még. Egy izgalmas, fiatal tehetség. És mindeközben a 7. helyezett Bromley csapatához látogatunk. A hányadik forduló következik? A 23. fordulóban, tehát az első fél szezont zárjuk le ezzel a mérkőzéssel, a 7. helyezett Bromley ellen. Nézzük is a taktikai megbeszélést. 5 fok, állítólag nem fog esni, közel 2000 néző. Legyünk óvatosak, és Billy Binghamet le kell támadni, ha nála van a labda. Nem fogunk följebb menni, az biztos. Az említett 4-4-2-t játsszák összeszokott játékosokkal, mi pedig ennek úgy próbálunk neki menni, hogy nem összeszokott játékosokkal játsszuk a hagyományos taktikánkat, vagy a 4-1-2-2-1-et. Turner, Aina, Bartley, Wakely, Jones, Charles, Nugent, McCarthy, Henderson, Cadogan és Tommy Wright. A kezdő 11 elég rendesen eltér az előzőtől, Turner maradt a kapuban, és Wright elől. Mindenki más lecserélődött, tehát 9 csere volt az elmúlt mérkőzés kezdőjéhez képest, hogy tudjanak pihenni a játékosok, mert irgalmatlan nagy terhelést kaptak, kapnak, és fognak is kapni még a jövőben. Úgyhogy Paslian sztárjátékosunk még a cserepadon sincs,
illetve Jones, Daniel, ha jól emlékszem, Daniel Jones, de hát nem, ez egy másik Jones. Ryan Jones az, aki itt kölcsönben szerepel nálunk, a Bristol Rovers-től, és most kipróbálhatja magát bal hátvédként, mint védekező wingback. Ha megnézzük, egészen jól bírja ő maga kis, szinte teljesen jól tisztában van azzal, hogy mit is kell csinálnia, szóval nem rossz így elsőre. Meglátjuk, hogy mutatja majd magát, hiszen az első mérkőzésén az U21-ben 6,9-es osztályzattal zárta a meccset, szóval szerintem egyre jobb és jobb lesz, ezért is van itt. Na de nézzük a mérkőzést. Ja hoppá, persze. Egy messzámot azért még kell adni neki, egy 20-ast mondjuk kaphat. Kezdődik az összecsapás. Ezúttal az ellenfél, a Bromley játszik fehérben és fekete kiegészítőkkel, mi pedig sárga-kék mezünkben feszítünk. Szovumi már indítana is, Wakely azonban kiféli a labdát. Ne hagyjuk már, jól van. Oké. Amit kértem a srácoktól az az, amit az előző meccsen is megpróbáltunk és egész jól működött, az a kevésbé lábhoz passzolós játék, vagy a direct passzok, a direct passing, és Jörgensen indul meg közben, az nekünk nem jó hír, hogy Jörgensen elfut a jobb oldalon, majd bead, Turner húzza le, jól van. Illetve az, hogy nem kigurítgatjuk a labdát a védelemnek, hanem így, ahogy Turner csinálja, előre passzoljuk, vagy Wrightnak, vagy valakinek, aki a szélen van, leginkább a szél felé szerettem volna én, de ezek szerint nem mindig megy oda a labda. Na nem baj. Meglátjuk, mi sül ki belőle. Kicsing és Whiteley. Whiteley fut egy nagy kört. Hátra passzolja a védelemhez. Kicsing. Bingham. Lissa. Hossza előre. Alexander. Na jó, nem. Én ezt nem hiszem el. 16. gólja a szezonban. 50. a Bromley-nál. És hát... nem tudom, mi történt ott Turnerrel, lehet, hogy elcsúszott a szakadó esőben, amit nyilván nem jósoltak el. Ó. Aha. Mondjuk visszajátszásból egy kéznek érződött ez a dolog, de hát... egyelőre marad az 1-0. Az ellenfél minden területen felülmúl minket körülbelül, de szeretnék ezen változtatni a következő félidőben. Indul a második félidő. Wakely, Aina. Kértem a játékosoktól, hogy ne óvatosban, hanem olyan kiegyensúlyozott játékban próbáljuk meg felülmúlni az ellenfelet. Illetve, hogy keményebben lépjünk oda nekik, hiszen hát ha segít majd. Wakely át a túloldalra Hendersonnak. Henderson belövi Wright. Szöglet. Azért ment ilyen lassan és magasan, mert hát elé léptek a labdának. Charles a szögletnél. Fura, hogy nem Clifford, de hát az a másik csapat mondhatni. Még egy szöglet. Hát 69. percben Binghamtől. Elegendő. Aha, igen. Várható volt, hogyha már 178. szögletüket rúgják, akkor az egyik csak be fog menni. Ami dühítő, hogy pontrugásból kapunk gólt, az szintén dühítő, hogy az időjárás előjelzés szerint minden rendben lesz, és közben szakad az eső, illetve az is dühítő, hogy Turner 3 centivel a föld felett vetődik el egy fejesre. 179. szöglet Bingentől a 87. percben. Wakely kifejeli, Kicsing próbál visszadobni, de Nagent inkább előre rúgja, csak nagyon-nagyon hosszan Madisonnak. Lissa, Szavummi, ő is előre vágja, szintén hosszan, a mi kapusunknak, Turnernek.
Turner. Persze, most presszeljed, mindegy, az már Byrne. Vagy lefut mindenkit a jobb oldalon, majd egy csellel bead, és ott a harmadik. Úgy is van, baszki. Ez kell a népnek. Ez van, hogyha a B csapatot küldöm pályára, és megpróbálunk játszani. Értem. Értem, uram, értem. Olyan, mint hogyha Turner elfelejtene védeni ilyenkor. Tehát ez is mi volt? Leül és eldől. 5,9 Matthew Turner. Ezek mind-mind védhető lövések lettek volna. Madisonnak kellett hatalmasat védeni a szabadrugásnál. Wakely, de legalább zártuk volna szépen, de nem. Hatalmas zakó. Turner Bentley-e nagyon sokat segített ebben. A 4 kapura lövésből 3 gól lett, és olyanok, amiből szerintem 2-t legalább lehetett volna védeni. Nem tudom, mi történt Matthew-val, de megtörtént. A legjobb játékosunk a csereként beálló Jacob Burkley ágyapong volt, ami azért elmond sok mindent. Na de hát, erre azért nem számítottam. 3-0-ra kaptunk tehát ki, és Jones bemutatkozott. Hát nem a legjobb mérkőzés volt rá. Mindegy is. De jól fogadták. Nem tudom, hogy milyen osztályzatot kapott, azt nem is figyeltem. Őszintén szólva, de mindegy is ez. Menjünk tovább, felejtsük el ezt a meccset inkább. Dylan Barnes örül, hogy megtartottuk az ígéretünket, és elküldtük kölcsönbe. Nagyon szívesen, haver. Az egyik szemünk sír a másik nevet, hírünket. Látjátok, az Eastleigh kikapott a Kidderminster Harriertől. Ez pozitívum, hiszen így a 22-ek 18 ponttal. A Kidderminster Harrier viszont a plusz 3 pontjával 26 pontos akár csak mi, viszont jobb a gól különbségük, ráadásul egy meccsel kevesebbet játszottak, úgyhogy megelőztek minket, és ők lettek a 17-ek, mi pedig a 18-ak. Ennyi no. Az a jó annél a csapatnál, hogy nincsenek magas elvárások, nem? Tehát, hogy a Fülde elleni meccsen mindkét főnökünk, úgymond a vezetőség és a szurkolók is vereségre számítanak. Ha véletlenül sikerül bármi mást kihozni ebben a meccsben, akkor már csak boldogság lehet a válasz rá. Az év és a hónap utolsó mérkőzése egyben a Fülde elleni december 28-án délután, ők a 14-ek, mi meg ugye a 18-ak. Hihetetlen, de igaz. Mikael Fosu elutasította a Mörtér szerződés ajánlatát, tehát még ingyen sem tudunk túladni rajta. Hoppá, nem ezt a gombot szerettem volna megnyomni, hanem csak a hírre rákattintani. Dennis Smith volt a legjobbunk, 8,4-es osztályzatot kapott a fiatal hátvéd. Lássuk a többieket. Mondjuk az U18-as csapat, nem az U21-es, úgyhogy itt most Jason Gerrard gólszerzés, Diego Hasselben gólszerzés, nagyon jó, Massimo Strevet pedig 7,8-as osztályzat. Negyedikek vagyunk ebben a bajnokságban 20 mérkőzés után, 9 pont hátránnyal az első helyezett Elder Shutdown mögött. Itt pedig már azt láthatjuk, hogy elmarad a South End elleni összecsapása a Walkingnak, ahogy a 13. helyezett egyúttal most megmenekül az első helyezettől, de csak rövid időre, gondolom felázott a pályájuk. De hát itt van, december 28, délután 3, Fülde, Havanten, Waterlooville, 14. kontra 18. óriási meccs. Ha győzünk, akkor utolérjük őket. Mondjuk nem nagyon kellett volna ez a 3-as mínusz a gólkülönbségünknek, de hát utólag már hogyan változtathatnánk ezen. Hasonló taktikát játszanak, amit mi, csak fordítva ők, ugye a bal oldalon viszik előre a medzalát, mi pedig ezt a jobb oldalon tesszük meg, úgyhogy jól össze fognak találkozni. Nem hiszem, hogy óvatosan kéne, bár, de idegenben játszunk, úgyhogy óvatosra váltunk, és Paul Küffint kell szépen
letámadni. 1677 néző, 7 fok és természetesen eső. Hát mi más? Mi más? És meglátjuk, mennyire jön be a merész húzásom. Egyelőre, hogy a Slivin megkapja a búcsú meccsét, ez biztos. Turner, Pansley, Osler, Rooney, Slivin, Borgnis, Gower, Clifford, Fall, Berkeley egyepong és JTB van elől. Igen, JTB van elől, úgyhogy Nathan Fraser ül a padon, Tommy Wright pedig inkább pihen egyet, mert úgy néz ki, hogy valahogy neki nem jön össze most ebben az időszak, annak ellenére, hogy volt egy jó meccse. Itt a következő kettő az nagyon rossz volt. És bár ő a 10 góljával a top gólszerzőnk, JTB 1, Nathan Fraser 5 góllal követik, Billy Clifford is 5 gólos, szóval reméljük, hogy máshonnan is jöhetnek azok a gólok, nem csak a csatárposztról. Kezdődik az összecsapás, újfent a sárga kékben játszunk, hiszen idegenbeli mezőnket hordjuk ilyenkor, ha idegenben játszunk, ugye? Az ellenfél pedig fehér-feketében. Pavey, Rooney fejeli ki, Küffin, gyönyörű blokk, szöglet. Pavey, Rooney fejeli ki, Granty, Myers, Davis, átemeli a védelmet, Turner kezébe hull a labda. Ebből, hogyha még egyszer kigurítani, ezúttal nem jön belőle támadás. Osler leveszi a hosszú labdát, és már dobja is vissza Fálnak. Fál olyan hosszan tolja meg, hogy eladja. Charmain lövi fölé. Éppen bátorítottam volna a játékosokat, vagy ilyesmi, de a kilugást Charmain fejelte el. Slivin hosszan előre. JTB egyenlően nem kapott megfelelő passzokat. Figyelj rá! Jó név. Csinált egy kört, majd a saját játékosába rúgta a labda. Charmain 10. gólja a bajnokságban. Én már úgy láttam, hogy elfejeljük, már minden lesz. Ezt se értem, hogy figyelj rá, hogy készült oda. Slivin keresztbe fejeli a kapu előtt, és Pansley mellől. Nem már, Turner! Turner letérdel. Clark bedobása, Granty, Rooney, kifejeli, de nem emberhez, de mégis. Slivin a Berkeley egyeponkhoz juttatja tovább, Gower indítja JTB-t, aki visszapassza Borgnisnak, hogy helyzetbe tudjon kerülni. Slivin hosszan előre, de Davis szerzi meg JTB helyett, Clark, Davidson. Berkeley egyeponga addig nézelődött, amíg eltűnt onnan a labda. Clifford és Fál. Hú, de jó lett volna, hogyha Fál észreveszi, hogy JTB beindul, de nem vette észre, úgyhogy most a túloldalon érkező Berkeley egyepongra várt, de ő nem érkezett meg időben. Pavey, 4-en voltunk a környékén, de így is hátra tudja passzolni. Granty. Köszöntés, nem megy rá senki, és Turner bevédi. Ezt nem hiszem el. Ha valamit, akkor azt sosem gondoltam volna, hogy a kapus lesz a gyenge pontunk ebben a csapatban, de úgy néz ki mégis. Mi a jó fenét csinál Matthew Turner mostanság? Én nem értem, mi történt a fiatalemberrel. Akkorákat védett eddig, mint a ház, minden tök jó volt, erre most elejt labdákat, elfelejt felugrani. Borgnis 11-est harcol ki az ellenfélnek. Még az első fél időben meg kell, hogy történjen ez. Charmain pedig berúgja. 3-0 oda. Mester 3-as Charmaintől. Az igen. Myers bedobása, Küffin,
Davis hossza előre, Clifford, Gower előtt Davidson, Pugh, és Turner meg tudta fogni a labdát. Hát ez fantasztikus! Ki tudta gurítani a megfelelő embernek, Clifford indítja fált, fál átveszi, rálövi, Webb, na így kell védeni egy kapusnak, szöglet. Elképesztő, mi történik itt, Billy Clifford. Davidson fejeli ki, Bornis, Wolfernek adja hátra, Gower, Pansley, és 2 perc hosszabbítás. Ami le is telik, 3-0-ra vezette át az ellenfél. Wolfler fantasztikusat játszik még a sérült bokájával is. Chairman mester 3-ast rúgott köszönhetően leginkább annak, hogy Matthew Turner nem tud védeni. Indul a második fél idő, pozitív hozzáállást kértem a srácoktól. Oszlert nem hozom le, mert ő az egyik legjobb védőnk, még úgy is, hogy biceg. Fál, csodálatos mentés a védőtől, szöglet. Nézzük, mi mit tudunk kezdeni a szögletünkkel. Billy Clifford ível be, fál, gól! Gyorsan elkezdjük itt a második félidőt, 1-3. 3 védő, 4 védő, meg a kapus. 4 védő és a kapus közül fál felugorva, befejeli a hosszúba. 1-3. Hozni, aha. Az lesz a következő lépés, hogy JTB-t lehozzuk. Myers adja haza. Granty, Küffin, Baby, megszerezzük a labdát. Slivin, fál. Szöglet. 2-ös csere. Az ellenfélnél. Nézzük, működik-e még egyszer a szöglet. Clifford, át a hosszú oldalra, Osler elől kivágják, Clifford ívelti be megint, ezt is kifejelik. Próbáljuk meg harmadszor is. Belövi izomból, az sem sikerül, JTB gól! És nem les, miért nem les? Mert a védőtől kapta a labdát. Süt a nap és közben szakad az eső, hát megint csak ördögéknél van parádé odahaza. Pévi le akarta adni valakinek, de JTB állt ott, úgyhogy már csak be kellett gurítani az üres kapuba. 2-3 a mi szempontunkból. Nézzük tovább. Chairman negyedik góljára készül. Ezzel az erővel én is állhatnék a kapuban, komolyan. Tehát ezt látjátok, mit csinál? Leült. Szabadrugásnál leült. Matthew Turner leült a szabadrugásnál. Úgy próbálta meg kivédeni. Na jó. Kárdogán indul meg a bal oldalon. Úgy cserez vissza, hogy majdnem eladja a labdát. Gower. Át a hosszúra. Fál, beadja. De miért annyira hátra? Te jó ég. Rooney. Ki a szélre fálhoz, próbálja újra, Fraser, gól! Les? Nem. Nathan Fraser. Hát a hosszúra, fál, kapásból. Ó, ja, hogy nem is Fraser rúgta be, vagy most mi van? Lehet, hogy ez öngól volt. Nem, Nathan Frasernek adták, viszont nagyon támadunk. Villám gyorsan, soha nem húzunk időt. Gyorsan beívelünk, az fontos. Van itt minden. Transitionben ellen, counterpress, azonnal megyünk vissza. Letámadás, gyorsan kirúgjuk a szélekre. Onnan tudjuk majd beívelni. Magasan játszunk. Megyünk föl, nyomunk, magasra föllépünk, minden, amit akarunk. Ott lesz, keményen oda kell lépni, hát van hátra 8 perc, 4-3 az állás, hát ne vicceljünk. Gyerünk, fiúk! Mutassunk valami szépet. 5 perc a hosszabbítás, hát legyen valami ebben az 5 percben, amilyen nekünk jó. Slivinnél a labda például, innen már meg lehet indulni.
Fraser, beadja középre Cliffordnak, aki visszapróbált adni, ez nem jött össze, de Cadogan talán meg tudja szerezni? Nem! Davidson, figyelj rá! Na ne! Emotional damage! Az mi volt? Az a védő munka, az mi volt? Hú, Fauston. Előre rúgt a Frasernek, Fál, eladja. Bornis, ő is eladja. Davidson, Fauston visszaszerzi. Pansley, Clifford, Gower. Jó labda Frasernek, Fraser. Kikát ez? Nem. Komolyan mondom, nem. Nem. Mi van? Mi a szent figyfene van? Jaj, de jó, Fauston. Nem piros, véletlenül? Ez kellett volna még a 96. percen egy piros lap. De nem sikerült ezt az achievementet megtenni. Cranston hosszan előre, Turner szedi össze, és vége. Legalább megfeleltünk az elvárásoknak, nem igaz? Vereséget vártak, vereség lett. Kész. Az, hogy kiegyeníthettünk volna 3-3-ra, és minden oké lett volna, és nem kellett volna kitámadnunk a legvégén, az egy dolog. De olyan gólokat kaptunk, de nem tudom, hogy Turner hogy lett 6,2. Tehát hogy nem lett 5, vagy az alatti? Hogy? Fogalmam sincs. JTB szerzett egy gólt, és így volt 6,5, tehát remek meccset fogott ki, mit ne mondjak. Fraser azonban beállt, és majdnem 2 gólos lett itt, ugye a végén a kapufa tövéről kifelé pattant a labda, ami szerintem fizikai képtelenség, de semmi baj. Itt az angol elsőben és mindenben még ez is sikerült. Ezek a statisztikát, nyilván az ellenfélnél játszó Luke Chairman volt az, aki a legjobb. Konkrétan mind az 5 gólt ő lőtte. Mester 5-öst rúgott nekünk 10.0-ás osztályzattal, és hogyha látjátok, mindenki piros. Tehát, hogy aki pályán volt, az alig tudott mozogni, és még így is megtörtént az, hogy lefutották az embereimet, belőtték a helyzeteiket, és hát Luke Chairman belőtte a helyzeteit, és hogyha Matthew Turner konkrétan legalább egyet, nem, 2 kivéd abból, ami védhető lett volna. Nem kellett volna az összeset, csak 2, és akkor szerzünk egy pontot. És nem rajtunk röhög mindenki, hogy kaptunk egy 5-öst az egy csatára fölálló Füldétől. 5-3 oda. Elképesztő. A szezon második felét egy megalázó vereséggel kezdjük, tehát 5-3-ra kaptunk ki. Ezzel zárjuk az esztendőt, 2024 utolsó mérkőzése volt ez. Remélhetőleg ezt akkor így magunk mögött hagyjuk, és ennyi volt. Mert nem szeretném ezt áthozni a következő évbe. Joe Oster megsérült, szerencsére csak 1-2 napra dőlt ki. Luke Chairman nyilván ő lett a 7 játékos, hát 5 gól, 5. Ez a durva itt. Expected goals 1,62. Ehelyett 5 gólt szerzett. Miért? Mert Matthew Turner állt a kapuban azért. 7 lövése volt, 5 gól. 5 kaput talált lövése, 5 darab kaput talált lövése volt. Mind az 5 olyan lövése, amivel találta a kaput, az bement. Atya úristen, lehet, hogy kapust kéne keresnünk. Hát na, valami nagyon elborult Matthew Turnernél, nem tudom, mi történt vele. Egy újabb rekord, legtöbb gólt hozó mérkőzésünk lett ez az 5-3-as vereség a Fülde ellen.
Az előző, az 5-2-es győzelmünk volt a Braintree ellen, még a National League South-ban tavaly január 7-én, lassan 2 éve már. Ezt a szép emléket sikerült eltörölni most ezzel a csodálatos mérkőzéssel, amin 5-3-ra kikaptunk. Az XG mutatóink 1,81 az AFC Fülde, 1,91 a Havanten Waterlooville. A különbség a kapus. Én még mindig azt mondom, nem tudom, mi történt, de a kapusunk ritka rosszul szerepelt. Az U21-es mérkőzés, amire vártunk, Tobi igen 7.0-val védett, Mikkel Fosszú 7.1-et hozott, Leon Chambers Parion 7.2-vel játszott a végig a meccset a középpályán, ami egy nagyon pozitív visszajelzés. Az, hogy Darren Nugent egy remek középpályás és gólt szerezve sikerült a mérkőzés legjobbjának lennie, az nem is volt kérdés, viszont neki ez volt az utolsó meccse a Havanten Waterlooville színeiben, ha csak nem tudjuk visszaszerezni kölcsönbe a következő fél szezonra is, illetve Kyren Henderson gólt szerzett a szélről, úgyhogy 2-1 ide. A Stevenage egy 3-4-2-1-es karácsonyfa jellegű felállást használ, 21-ek, és velük fogjuk kezdeni az új esztendőt, én pedig egy halom játékosnak, na jó, nem egy halom játékosnak, de legalább 2-nek ajánlottam kölcsönszerződést magasabb osztályú csapatokból. Kérdés, hogy van-e kedvük hozzánk jönni, avagy sem. Hiszen itt dől el az, ugye, hogy most akkor maradunk a 20-ak, vagy menjünk följebb, esetleg a Stevenage vagy a Degenred leránt magával a mélybe. Na, hát akkor jutottunk odáig, hogy lezárhatjuk a decembert, hiszen január 1-e van. Financiálisan egy rossz hónapot zártunk, ugyanúgy, ahogy az eredményeinkben is. 40 ezeret vesztettünk, ami azt jelenti, hogy 140 ezer volt a kiadás, 100 ezer a bevétel, értelemszerűen újra nőtt a hitelünk értéke. Jó, Reeves pedig szeretné megbeszélni, az, ahogy miért nem játszik annyit, amennyit szeretne. Mivel nem nagy befolyással rendelkező játékos, ezért nem feltétlenül kell a kedvére tennünk. Nézzük, mi a helyzet. Jake. Hát nem jönnek a lehetőségek. Mi a helyzet? Hát a kupában játszatlak. Meg kell, hogy lépjem a következő lépéseket a karrieremben, és bármennyire is szeretném itt megcsinálni, lehet, hogy az szükségem van arra, hogy halljam tőled, hogy ez lehetséges, mint hogy tőlem nyilván. Hát... kompromisszumra mennék, szerintem kevesebbet fogsz játszani, mint eddig. Azt mondja, jó van. Hát ilyen van, elfogadta. Fringe playerre váltunk. Azt a mindenit. Sikerül átváltani. Valószínűleg a pénz jobban számít neki, mint az, hogy játszon nálunk, hiszen jelenleg 425 eurót keres, és eddig squad player volt, vagy nem is tudom micsoda, de most fringe player lett, vagyis néha-néha játszani fog. Amúgy biztos nem rossz, csak én nem jövök ki vele, nem tudom. Tehát amikor játszik, akkor ilyen 7,20-akat játszik az FA kupában is, meg a nem fontos meccseken is, viszont amikor fontos lenne, akkor nem tudja hozni azt, amit kell. 6-56 és 1 gól, bár ez a gól nyilván hasznos volt, de na, értitek. Na jó, nézzük meg gyorsan, mi a helyzet. Döntetlent vár mind a vezetőség, mind a szurkolók. Jó lenne, hogyha Muhammadu Fall tenni a dolgát, illetve a szurkolók már megint azt szeretnék, hogy taktikát váltsunk, hogy jöjjenek a sikerek. Legrosszabbul teljesítő játékos Jonathan Obika.
és a legrosszabbul támadó csapat a Chorley. Fosszúért 0 euróért sem jött ajánlat. Fontos dátumaink januárban, ugye ma Stevenage, aztán Dagenred, és utána a Stainstown elleni barátságos mérkőzés, amikor élőben is tesztelhetjük végre a próbajátékon lévő Chambers Parillon játékát. Hát, ha jó lesz. Kian Levy ajánlatot kapott szabadügynökként itt Hentereg, a Reddingtől kirúgott játékos. Nem rossz egyébként, csak hát medzala, és nekem pont nem támadó középpályás kell, hanem védekező. Az Arsenal játékos a Henry Timmy Davis nem jön hozzánk, és a Shamrock Rovers sem szeretné visszaadni nekünk Darren Agentet, úgyhogy nem tudunk ennél jobbat ajánlani. Jack Turner, a QPR középpályása is elutasította, hogy ide jönne hozzánk, szóval ennyit arról, hogy bárkit kölcsön szerzek a következő fél szezonra. Osler fantasztikus, Ashley Charles is jó állapotban van. C+, nem az igazi, de legalább megvertük az Eastleigh-t. Ez mindig nagyon nagy pozitívum, tehát ha más nem is, legalább az Eastleigh-t megvertük. Utána akkor az akókat kaptunk, mint az állat, a Bromley ellen egy 3-0, a Füld ellen 5-3. Oda, természetesen. A szurkolók pedig szintén C plusszal. Örülnek Mohamedou Fall-nak, nem is említik az Eastleigh elleni kupasikert, hanem csak szomorkodnak, hogy kikaptunk a Bromley-tól, a Kidderminster Harriers-től és a Scunthorpe-tól. Dinamika. Az öltöző atmoszféra átlagos, hát nyilván a két vereség az nem segített, viszont a menedzseri támogatottság azért mindig remek. Úgyhogy valamit kell tenni azzal, hogy az öltözői atmoszféra jobb legyen. Valószínűleg, hogyha megvernénk a Stevenage-et, az mondjuk hasznos lenne. Úgyhogy, ahogy látjátok is itt a jobb felsőben, az utolsó két meccsünkön összesen 8 gólt kaptunk, ebből szerintem nagyjából 6-ot Turner miatt. Nem tudom, mit tegyek, mert igen, nevezetű kapusunk annyira nem brillírozik, úgyhogy nem hiszem, hogy az lenne a megoldás, hogy őt állítjuk a kapuba. Viszont fontos meccs vár ránk a mai napon, a 20-ként fogadjuk a 21-et, tehát ez egy kiesési rangadó. Január 1-én délután 3-kor, mi máskor? De mikor máskor? Ugye Tommy Wright megint nem lőtt gólt ebben a bejelentkezésben, úgyhogy egyre inkább úgy érzem, hogy ez a szín neki magas, vagy ez a taktika rossz ide. Mind a kettő abszolút megtörténhet. A szinten nem tudunk változtatni, a taktikán igen. Szóval lehet, hogy a következő bejelentkezésre kidolgozok valamit, amiben ebben több esélyünk van támadni, ha már védekezni nem tudunk. Úgy tűnik, legalábbis. Hát meglátjuk. Meglátjuk, mire megyünk. A lényeg, hogy ez az elmúlt két mérkőzés ez nagyon rosszul sikerült. De nem adjuk fel, természetesen sosem adjuk fel, hiszen itt az új esztendő, az új fél szezon, és nekünk megvan a bentmaradáshoz szükséges pontjainknak a fele. Ám de a Stevenage egy meccsel kevesebbet játszott, szóval most ezt mindenképpen meg kell nyernünk ellenük. Az Eastleigh pedig 2 meccsel kevesebbet játszott, de náluk az a jó, hogyha 2 nyernek, akkor sem érnek utol. Úgyhogy itt még azért a Stevenage-el nagy harcban vagyunk, akárcsak a Kidderminster Harriers és a Torquay United és a Yeovil Town is az Eltrinkemmel, a többiek 30 vagy a fölött vannak már, de célunk továbbra is a bentmaradás, elkerülve a kiesési selejtezőket. Úgyhogy ezen leszünk a következő 22 mérkőzésen is, és várlak titeket vissza a következő epizódban. Ha játszotok, akkor sokkal kevesebb a szerencsét, és sokkal jobb kapust
mint ami nekem volt ma. Jó játékot és jó szórakozást nektek, illetve hajrá kis csapatok, hajrá Havanten Waterlooville! Sziasztok!